Sziasztok! Hangosan, én nem leszek 10 perces, csak tényleg ilyen egy-két szösztenetet mondanék azzal kapcsolatban, ami följött így az Abcsel kapcsán, és én is nagyon örültem, amikor a Feri megkeresett, mert ugyanúgy, ahogy a Laci, azt gondoltam, hogy ez a mi könyvünk, tehát is már többen mondtátok, és én is így gondolom, hogy ez íródik még, tudom, nem eretnekséget mondok, mert nem tehetünk hozzá Isten igéhez, de ez egyszerűen élő, mozgó valóság a mi életünkben. Az apostol cselekedete csak most a 21. században is. Tehát el tudom képzelni azt a szituációt, hogy mindannyian esténként leülünk és írunk egy oldalt arról, hogy elmentem a Spárba, hogy megvásároljam a húsleveshez valókat, és ott ült egy sánta, és elkezdtem neki mondani, hogy mit tett érte Jézus, és ezzel leírhatunk mi is ugyanolyan csodákat, mint amiket ők megéltek és átéltek. Azért fantasztikus könyv, mert tényleg bemutatja és egy mintát ad arról, hogy mi elhívottak, mire is vagyunk elhívva, és mi az a küldetés, amit nekünk be kell futni. Ugye voltak árszpolitikái Jézusnak, meghatározta, hogy ő miért jött. Ugye halljuk és olvassuk az Abcselben is azokat a dolgokat, amikre el vagyunk hívva. Ugye Jézus Krisztus mit tett itt a Földön? Csak azt, amit az atyától látott és hallott, ugye. Tehát ő semmi más nem tett, ő az atyára figyelt és vele együtt működött. Az apostolok, a tanítványok mit tudtak tenni? Ők azt tették, amit Jézus Krisztustól láttak, és ők őt követték. Ugye mi meg itt vagyunk, és nekünk maradt az, amit itt olvashatunk, akár az apostoloktól, tehát a tanítványoktól, mi olvashatjuk, hogy ők mit tettek, és ez mind összeköttetésben van az először az atyával, Jézus Krisztuson keresztül, és az apostolokon keresztül, de az a fantasztikus dolog, hogy nekünk már nem csak a betű van, mint egy sztori könyv, vagy egy emlékkönyv, hanem közben azt is mondta Jézus, hogy Jézus Krisztus, hogy jobb nekünk, hogy ő elmegy, mert itt van a Szent Szellem, és nem test által ismertük meg őt, hanem itt él bennünk. Tehát minden adott ahhoz, hogy tényleg tovább éljük ezeket a korokat, ezeket az időket, és erre nekem hatalmas, már ahogy így elkezdtük ezt tehát közelíteni az Abcselhez, már ébredezik az a valós hit, hogy ennek nem kell, ez gurul, ez a szekér. Két mozzanatot emelnék csak ki az Abcsel egyből, ami nekem így érdekes volt, és ehhez egy kicsit olvasok is majd belőle. Ugye Júdás helyett választani kellett egy illetőt, mert ugye be kellett teljesedni az írásnak, de ezt el is olvasom, és szerintem jelzésértékű, hogy hogyan jártak el ebben az ügyben, és követendő. Hát itt a horrort is elolvashatjuk, de nem is annyira fontos. De azért, jó, atyám fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban és egész belső része kifordult. Ezt mindegy, elmondtuk. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében, legyen a szállás a pusztává, és lakón legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Három dolgot emelnék ki. Nagyon-nagyon fontosnak tartották, és az biztosított számukra hitelt és biztonságot, hogy az kezdetektől a legvégéig velük volt, azaz közösségben volt az apostolokkal is, és Jézussal is magával. Tehát a legfontosabb dolog itt is a közösség. Nem adtak a láb, hogy valaki, aki becsatlakozott, valaki, aki hírből hallotta, nem. Amit ő megtapasztalt, amikor ott volt, átélte, a legelső pillanattól a legutolsóig. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy közössége volt, tényleg az első pillanattól az utolsóig. Aztán ugye még egy nagyon fontos, hogy elmondja gyakorlatilag ez az arszpoetikájuk, hogy még valaki tanúja legyen velünk együtt. Tehát mire vagyunk elhívva? Tanúságtételre. Én tanúsítom, hogy Jézus Krisztus él, valóságos személy, aki meghalt, de feltámad, mert találkoztam vele. Mert dolgozik az életemben, mert és sorolhatnánk. Tanúskodom. Ez a legfőbb célunk, hogy mi tanúk vagyunk. És még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő miének, feltámadásának.
Ugye azt, ez az 1 Korintus 2:2-vel összerímel, összecseng, elhatároztam, hogy minden mást félretéve csak is Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is úgy, mint aki meghalt a kereszten, és feltámadt. Nyilván ezt hirdetjük. Tehát annyira frankon és egyszerűen el van mondva, hogy mik vagyunk, tanúk vagyunk, egyedül a Jézus Krisztus keresztjére mutatunk, és az ő feltámadását hirdetjük. És amikor oda megyek a Spárnak a parkolójában, és találkozom azzal a bénával, akkor úgy kell oda mennem, hogy én tanúsítom azt, hogy ő feltámadt, ő nem ezt készítette neked, hanem egy nagyon jó terve van veled, és megváltód, gyógyítód, szabadítód. És én ezeket az oldalakat be akarom tölteni ezekkel a sztorikkal, mert erre vagyunk elhívva. Semmi nem változott, sőt, több vár ránk. Még egy dolog, nem néztem az órát, de úgyse leszek 10 perc. Nem kell, ez tényleg már csak egy kis szösszenet. Ami egy, hát, nagyon érdekes nekem, hogy annyira erős az apostolok cselekedete, és annyira működött minden, és annyira hittel teljes, és mégis annyira egyszerű. Nagyon egyszerűen csinálták, és csak tényleg egy kicsi példa, amikor ugye kiválasztják ezt a csereembert, ugye a helyébe lépőt, azt mondja, ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Tehát ez olyan gyönyörű. Tehát úgy jártak el, mint hogyha Jézus Krisztus tényleg ott volt velük. Uram, ismered a szíveket, te eldöntötted, elhívtad, kiválasztottad, mutasd meg, hogy mi az akaratod. És sorsod, mikor, tehát én azt mondom, hogy most mi sorsot vessünk mindenem, tehát, hogy, de mégis olyan szinten hittel engedték át a döntéshozatalt, nem kételkedve, nem... Hogy mondjam, nem görcsölték ezt túl. Egyszerűen most nem tudom, hogy földobták az érmét, leesett, Mátyás az. És elhitték azt, hogy ez az Úr akarata. És ez engem úgy megérintett, hogy ez ennyire egyszerű. Ez ennyire egyszerű. Tehát ők úgy tudtak tovább menni, Jézus Krisztus idézőjelben mondom nélkül, testben már nem volt velük, hogy ugyanott folytatták. Tehát velük volt Jézus Krisztus, megszólították és elhitték azt, amit mondott, ami kísérte ezt a jelenséget, úgyhogy... Igazából én csak annyit, én nekem nagyon feltűzesedett a szívem arra, hogy ezt a valóságát éljük meg az apostolok cselekedeteinek az idejének a valóságát. Itt, ma, a Burány utcában, az otthonainkban, a szomszédainkkal, a munkahelyeinken és mindenkivel. Úgyhogy adja meg az Úr nekünk ezt, mert megígérte. Köszönöm.